Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon örülünk, hogy önöknek most zenélni fogunk. Én egyénileg is nagyon örülök, hogy ebből az egészen fantasztikus zenekarral itt állok önök előtt. Annak már kevésbé örülünk, hogy önök nincsenek itt, de ne csüggedjenek, ez az átkozott kor el fog menni innen. Tele van mindenkinek a hócipője, ebből tudom, de ne csüggedjenek, mert hogyha igaz az, hogy a zene spirituális gyógyszer, akkor önöknek most ezt fogjuk küldeni, spirituális gyógyszert. Most mielőtt eljátsszuk önöknek, ez egy elég rövid szimfónia egyébként, a 24 éves Mozart szimfóniáját, szeretnék egy dolgot kiragadni az ő személyiségéből, mert nekünk azért, miközben zenélünk, kell látnunk, hogy miféle lélek áll a hangok mögött. Mikor meghalt Wolfgang, Nannerl, a nővére azt írta róla, hogy öcsém természetesen egy fantasztikus zseni volt, de egy szóval jellemezhetném őt, egy gyermek volt. Egész életében úgy élt és viselkedett, mint egy gyermek. Szüksége volt egy apára, vagy egy feleségre, aki mindent felügyel. A pénzzel nem tudott bánni, hihetetlenül őszinte volt, rengeteg ellenséget szerzett avval, hogy azonnal mondta, amit gondolt, szóval megvolt benne ez a gyermeki dolog, és nagyon sok pénze elment öcsémnek avval, hogy valaki, aki közel került a szívéhez, azonnal mindenit odaadta, még a pénzét is. Na most a gyermekkel kapcsolatban, ne ijedjenek meg, nem lesz olyan hosszú a szöveg, mielőtt eljátsszuk ezt a fantasztikus darabot, Ady Endrét idézném. Ady Endre Petőfire azt írja, körülbelül ne haragudjanak, hogyha nem pontosan mondom szó szerint, azt írja Petőfire, Ady Endre, nem találhatnék egy találóbb és csodálatosabb jelzőt Petőfire, mint gyermek. Na most akkor elmondom Ady szavait, hogy ő hogy látja a gyermeket, de helyettesítsük be én magamba is ezeket a jelzőket Mozartra is, mert Mozart ugyanígy egy nagy gyermek volt. Tehát azt mondja Ady Endre, gyermek. A gyermek az őszinteség, az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Köszönöm. Thank you.
Hölgyeim és uraim, miközben a barátaink rendezik a színpadot, pár szót szeretnék szólni Jeremy Menuhinról, a feleségéről, Muki Menuhinról és a darabról. Természetesen valószínűleg sokan tudják, Jeremy a legendás, óriási muzsikus Yehudi Menuhin fia, Yehudi Menuhin második házasságából való. És mielőtt még Jeremyről beszélek, nekem a sors megadatta, hogy a kollégáimmal, a Takács Kvartettel mi megismerhettük Yehudi Menuhint, mert ő volt a zsűri elnöke a Portsmouth-i vonósnyies versenynek, már nem ismerem mondani, mikor volt, mert próbálom magamat azért mégiscsak fiatalnak tartani. Szóval minden esetre ő volt a zsűri elnök, és akkor ott nyertünk egy első díjat, és megismertük Yehudi Menuhint. Pár évvel később megismertem Jeremyt. Na most Jeremy egy egészen kiváló zongorista, majd meg fogják hallani, és azt mondta, hogy ő rengeteget tanult az édesapjával való kamara zenékből, mert amikor ő 19-20 éves volt, akkor édesapja a mély vízbe dobta, és a világ legnagyobb koncerttermeiben játszottak Mozart, Beethoven, Brahms és a Bartók szonátákat is, és azt mondja, hogy rengeteget játszottunk Mozart és Beethoven zongora versenyeket együtt, úgyhogy az édesapámtól tényleg fantasztikus dolgokat tanultam, mi a zenélés lényege. Na most, Jeremy, nem tudom pontosan, de kb. 15-20 évvel ezelőtt elvett egy koreai származású hölgyet, Mukit, akivel most fogják játszani ezt a két zongorás versenyművet. Alakítottak egy zongorás duót, és azt mondja nekem, hogy 2014-ben megérlelődött benne az, hogy fog írni kompozíciót a zongora duójukra. De a történet visszamegy a 60-as évekre, amikor a nagyon fiatal Jeremyt édesapja elvitte Párizsba, és a legendás muzsikus pedagógusnál, Nadia Boulangernél tanult zeneszerzést, összhangzattant, formatant, illetve ez sokkal több volt ennél, egyáltalán a zene lényegéről volt szó, legalábbis ez egy óriási muzsikus volt, Nadia Boulanger. Szóval 2014-ben kezdett komponálni, először vonós négyes, zongora négyest írt, aztán duókat és zongoradarabokat a két zongorára, és 2 évvel ezelőtt írta meg ezt a zongorás kettős versenyt, és azt mondja, hogy tulajdonképpen az ő neveltetésében, az édesapjával való viszonyban is, Nadia Boulangernél is, Bach és a barokkor szeretete, imádata nyomta rá a bélyegét az ő stílusára, úgyhogy tulajdonképpen azt is mondhatná, hogy ez az öttételes versenymű, ez egy versenymű barokk stílusban, mint hogyha egy barokk zeneszerző ide tévedne a 21. században, és ezt írná. Egyébként ezt csak megjegyzem, hogy ez hasonlít Prokofjevre, aki megírta a híres klasszikus szimfóniáját, és ő azt mondta, hogy olyan szellembe írtam a darabot, mint hogyha Haydn jött volna el a 20. században. Na most megkérdeztem, hogy van ez, hogy komponál, mi a komponálás lényege. Csak zárójelbe jegyzem meg, mikor 15 éves voltam, én próbáltam komponálni, és valami rettenetes dolog jött ki belőle, olyan volt, mint valami munkásinduló, de azokból is a legrosszabb típus, úgyhogy tulajdonképpen 10 perc után föladtam az egészet. De ő neki persze nagy tehetsége van, hozzá fogják hallani. Azt mondja, hogy nem intellektuálisan írja a zenét, hanem hirtelen hall valamit és leírja. És azt mondta, hogy neki hihetetlenül izgalmas volt, amikor hány napja volt? 2 vagy 3 napja, amikor először hallotta a darabját tényleg élőben a zenekarral. Na most még valamit szeretnék mondani, mert már látom, hogy jön mindjárt a második zongora, és még én is leszeretnék ülni egy percre, hogy az a különbség legalábbis, ahogy én látom, a zeneszerző és az előadó között, hogy egy zeneszerző ül egy szobába, sétál, vagy hirtelen egy bizonyos hangulat, atmoszféra megragadja, és ennek a hangulat hatására, persze most nagyon leegyszerűsítem, ahogy fogalmazom, de ennek a hangulat hatására harmóniák és hangok
érkeznek a kottába. Na most az előadó pont fordítva van. Mi megkapjuk a kottát, és azonnal látjuk a hangokat és a harmóniákat. És nekünk visszafele kell gondolni, hogy milyen lelkiállapot idézte föl, hogy ezek a hangok és harmóniák pottyantak bele a kottába. Remélem nem felejtek el valamit, mert már jön a második zongora is. Szóval fogadják szeretettel ezt a darabot, Jeremy Menuhin két zongorás versenyművét, öttételes barokk stílusban, ahogy ő mondja, Jeremy Menuhin és felesége Muki Lee Menuhin lesz a szólista, és a kiváló koncertó Budapest zenekar fog játszani. Most egy kicsit iszom valamit, és leülök egy pillanatra, és sok sikert nektek, akik itt vagytok. Sziasztok!
Hölgyeim és uraim, most önöknek el fogjuk játszani Csajkovszki egyik leggyönyörűbb művét. Egyébként, mikor megírta Manfred szimfóniát, azt írja, legnagyobb darabom. Azt már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy 2 év múlva össze akarta tépni, hogy nem jó. De mondjuk ez a zseniknek mondjuk egy átka, hogy ők kételkednek, a középszer nem kételkedik. Na most, azt szeretném mondani, hogy ez a szimfónia nem adott neki sorszámot, ez a 4. és az 5. szimfónia között tevődő. Azt írja, hogy Manfred, zárójel szimfónia, 4 kép. Na most a következőről van szó nagyon dióhéjban. Lord Byron, nagy angol költő, drámai költeménye adta az ötletet, illetve hát az ikletet ehhez a gyönyörű darabhoz. Manfred botrányos magánélete és rettenetes, kínzó lelkiismeret furdalása elől a svájci Alpokban menekül a költeményben, és ott próbál enyhítést találni lelkére. Fogják hallani, hogy elkezdődik egy nagyon vérző szívű ember zenéje, kínlódás, rettenetes kínlódó zenével kezdődik, de néha felidéződik fiatalkorának igazi szép szerelmei, gyönyörű, csodálatos, poetikus részek váltják egymást, de megint tragikusan ér véget a tétel. Na most a 2. tétel, a Lord Byron darabjában, el ne roncsam, hogy is van, az a lényeg, hogy egy vízesés fölött levő szivárványból tündérek ugranak elő, és egy ilyen tündérzene van. Igen, de ott megint föl fog idéződni, megint bevág a végzet. Aztán a 3. tételben svájci hegyi parasztok idillikus életét idézi föl, míg nem az utolsó tételben egy rettenetesen vad tivornyázásba próbál menekülni egy barlangba. Természetesen ez nem ad okot szíve enyhülésére, vagy lelkiismerete enyhülésére nem ad okot. Ezt most rosszul mondtam, már most már nagyon figyelek a darabra is közben. Szóval nem talál enyhülést, de végül fölidéződnek csodálatos lírai részek életéből a darab vége felé, és hirtelen meg fog szólalni az orgona is. És csodálatos, spirituális rész, ebben a résznél Manfred halálát fogjuk érezni, de nem tragikus ez a dolog, mert tulajdonképpen a Byron költeményében is a maga a halálában talán békét talál. És a legvégén a költeményben is ez van, egy pap barátja áll mellette, add ide a kezed, most már nem félek, nem is olyan nehéz meghalni. És a legvégén óriási béke van, és a legvégén a vonósok utolsó picikátójánál dobban utoljára a szíve. Nem véletlen, hogy Lord Byron, illetve Csajkovszki ezt a darabot választotta, ő is egy nagyon marcangoló, depresszióra hajlamos ember volt. Sajnos tragikusan a 19. században a homoszexualitást titkolni kellett, ő bújdokolt, bűntudatot érzett emiatt, de egyébként is önmarcangolásra volt hajlamos, tehát én szerintem tulajdonképpen nem csak Manfredről van szó, de a saját maga arcképét adja ebben a darabban. 2 emberre szeretnék emlékezni ezzel a darabbal kapcsolatban. 1993. májusában itt ültem, ahol Zsófi ül, és életemben először a fesztivál zenekarnak a koncertmestere voltam, és a Kocsis Zoli vezényelte ezt a darabot. És a Zoli imádta a művet, emlékszem, még most is emlékszem, nagyon ritka az ilyen mély és végzetesen perzselő darab az egész zeneirodalomban. És gyönyörű emlékem volt, hogy elmentem a lakására, persze kívülről tudta, fantasztikus, zseniális agya volt. A Furtwängler és a Toscanini felvételnek minden rezdülését kívülről játszotta nekem. Szóval, és amikor utoljára láttam, 2016. áprilisában Pécsről együtt mentünk Budapestre, hozott az autójával, akkor is megemlítette, hogy ha van szó szerint végzetes darab, ez a darab végzetes. És egy utoljára, mert hogy már most a barátaim most állnak, így nem jó itt csak ülni játszás nélkül, ott ült a Páholyba 1993. májusában csodálatos tanárom Mihály András, aki
fantasztikus kvartett és kamarazene tanár volt, nagy beteg volt, már csak pár hónapja volt az életéből, nagyon sovány volt. És amikor kimentünk, vége volt a koncertnek, oda mentem hozzá, hogy tanár úr, hogy tetszett a darab, a Manfred szimfónia? És akkor már nagyon megtört hanggal, nagyon fáradtan, de azért láttam, hogy szinte könnybe lábadt a szeme, azt mondta, Gábor, mennél öregebb és betegebb vagyok, annál inkább látom, hogy micsoda óriási lélek és zeneszerző Csajkovszki, és az a darab, ez megdöbbentő. Köszönöm szépen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.